A látványos rendezvény szép számú érdeklődőt vonzott a Szent István térre. A versenyzőknek 6 feladatot, kőgolyó emelés, traktorgumi forgatás, koffer és szikla cipelése, autó hátuljának emelése, hordók oldalra tartása és kamionhúzás kellett teljesíteniük. A főszervező ifjabb Fekete László 9-szeres naturvilágbajnok nagyon fontosnak tartja, hogy a sportágat elkerülje a dopping. Egy-egy ilyen versenyen való induláshoz negatív doppingteszt szükséges. Hogy meg tudják óvni a maguk, illetve a környezetüknek az életét, hogy ne azt hallja az ember, hogy meghalt ugye doppingba, megállt neki a szíve. Én 22 év alatt értem, amit elértem. Mai fiatalok meg rögtön, hamar akarják elérni. Lemegy a terembe, 3 hónap után fölpumpálja magát, és akkor szépen látja, hogy na, nőtt a melltérfogata, nőtt a kezének a térfogata, utána 2-3 év eltelik, utána jön rá, hogy nem kellett volna, mert lehet, hogy a látvány jó, hogy neki jobban ki van formálva a mell meg a karizomzata, tehát nekünk inkább a tömeg, de utána meg nagyon nagy árat fognak érte fizetni. Gyerünk, Patrik! A dunaszerdahelyi Ladislav Lihi Uvácsek Patrik páros a második helyen végzett. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert Patrik társa sérülése miatt szinte az egész versenyt egyedül küzdötte végig. A hazai pályó is adott erőt, meg persze, hogy a nézők is, ha drukoltak nekem. Ez volt nekem a fontos. Hallottam őket is, ahogy tapsoltam, örültek, akkor megpróbáltam mindent beleadni. Fejbe az volt első, hogy muszáj megcsinálnom. Hogyha már eljöttem, felkészültem rá, akkor a versenytársammal vagy magam, akkor is muszáj megcsinálnom valahogy. Az erős emberek dunaszerdahelyi versenyének győztese 24 ponttal az Erik Krajcsovic-Szamohogyinár páros lett.